Sziasztok, Orbán Zsombor vagyok, Pro2 kategóriás pilóta, és most elmesélem nektek a 2021-es évemet, ahol mind a kettő bajnokságban indultam. Az idei első versenyem a Drifting által szervezett mezőkövesdi Drift Színkupa volt. Az edzésen nagyon változó volt az időjárás, volt mikor teljesen vízben állt a pálya, és volt mikor nagyon jó köröket tudtunk menni száraz körülmények között is. A versenyen az első helyre kvalifikáltam magam, és a top 8-ba Nagy Endrével kerültem össze, ahonnan sikeresen továbbjutottam, majd top 4-ben Kavalesz Balázsral kerültem össze, ahonnan a döntőbe én jutottam tovább, és így csapattársammal, Kozmatos Bencével vívhattam egy nagyon szoros csatát, ahol én kerültem ki győztesként. Nagyon jól sikerült kezdeni az évet egy első helyjel. A következő esemény az a Sebességfesztivál volt a Drifted szervezésében. Ez egy különleges esemény volt, hiszen ebben a bajnokságban még nem indultunk, és úgy döntöttünk, hogy itt is ki szeretnénk próbálni magunkat, meg igazából nagyon-nagyon sok élmény vagy emlék kötődik ehhez a bajnoksághoz, hiszen nézőnként mi nagyon-nagyon sokat jártunk ide ki, és néztük ugye a versenyzőket, hogy és nagyon élveztük, ahogy mennek, és igazából itt fertőződtem meg, szóval ezért is volt különleges számomra ez az esemény, meg ez az egész bajnokság is. A kvalifikáción a negyedik helyet értem el, így a top 16-ban Varga Tamással kerültem össze. Itt egy jó kis csata után a top 8-ban Varga Ádám volt a következő ellenfelem, majd ezután Tresó Máté várt a top 4-be, ami egy nagyon szoros csatára sikeredett, hiszen visszahívtak minket, és még ott is nagyon sokáig gondolkoztak, hogy ki jusson a döntőbe. Végül Máté jutott tovább, én pedig a harmadik helyért szálltam csatába Petri Legerivel, ahol sajnos Gerinek technikai gondjai akadtak, ezáltal én kerültem a dobogó harmadik fokára. És nagyon örülök, hogy sikerült ebben a bajnokságban is egy nagyon jó helyezéssel kezdeni az évet. Itt már láttam azt, hogy eléggé föl kell kötnöm a gatyám, hiszen ebben a kategóriában jó pár erős pilóta van, akikkel szembe kell majd szálljak ahhoz, hogy esetleg dobogóra állhassak évvégén. A következő verseny a Drifting által szervezett Drift Games volt, Mária Pócson. Pócsi versenyeknek mindig egy különleges hangulata van, egyrészt a nézők miatt is, másrészt pedig, hogy nagyon közvetlen mindenki, teljesen más világ, és tényleg mindig örömmel megyünk ide versenyezni a nézők miatt. Az eddigi versenyeken igazából semmi problémánk nem volt az autóval, ez volt az első olyan verseny, mikor több probléma is föllépett. Először is edzésen eltört a kormányösszekötőm, majd pedig a kvalifikáción a gázbobda nem kiakadt, így az első kör az teljesen nullás lett, majd a második körre sikerült bekvalifikálnom magam, top 16-ban Antonio Negrenóval kerültem össze. Ez egy elég érdekes csatára sikerült, hiszen hát itt repültem egy kicsit. Nem hagyott elég helyet az átfordítást, amikor bejöttünk a szűkre, és hát belefordítottam az autót, és onnan pedig már nem gondoltam arra, hogy majd a hátsó kerekem az fölrepül a levegőbe, ezzel együtt az első kerekek is, és hát érkeztem egy hatalmasat a földre, meg is ijedtem nagyon, de az autónak nem lett baja, legalábbis azt hittük, és a top 8-ban pedig Sípos Tamásra kerültem össze, ahol ő bizonyult jobbnak. Úgyhogy itt nekem véget is ért a verseny, így 8. lettem azt hiszem. És innentől fogva jöttek a problémák az autóval, azon belül is a hátsó futóművel. Ugye, mint már említettem, a Drift Games után gondjaink akadtak a hátsó futóművel, és pont egy olyan helyzet állt elő, hogy jött volna a driftingnek a következő fordulója, a Lada Gála, ezután pedig következett volna a Driftednek a következő fordulója, ami pedig a Luerék éjszakája lett volna, és mivel nem volt sok időnk megjavítani a hátsó futóművet, így döntenünk kellett, hogy melyik versenyen veszünk részt, és hát több szempontból is a Luerék éjszakája mellett döntöttünk. Egyrészt azért, mert tényleg 4-5 éven keresztül jártunk ezekre a versenyekre nézőként, és tényleg csodálva néztem a többieket, ahogyan mennek a pályán, főleg sötétben, ez nekem ez hatalmas élmény volt, és így ezért döntöttünk amellett, hogy így élmények miatt is és tapasztalatszerzés szempontjából is inkább itt vennénk részt. A következő verseny a Luerék éjszakája volt a Drift Games után. Nagyon vártam már ezt a versenyt, hatalmas örömmel megyek mindig a tököli versenyeken. Itt a kvalifikáción a 11. helyet értem el,
majd a top 16-ban Józsa Leventével kerültem össze, a sajnos Levi technikai gondokkal küzdött, így nem tudtunk túlságosan szoros csatát vívni. Innen én kerültem tovább a top 8-ba, ott Marco Mauronival olyan szoros csatát mentünk, hogy ő nekem jött hátulhaladóként, ugye engem kiforgatott, és én jutottam tovább a top 4-be, ahol Csuka Gyula várt engem. Először én voltam a követő, sikerült nagyon szoros csatát vívnunk, majd a helycserénél Gyuszi a második kanyarban lecsúszott az ívről, így én jutottam a döntőbe Bauer Viki ellen. És a Csuka Gyula volt az az ember, aki engem úgymond megfertőzött ezzel a sporttal, hiszen ő mellé ültem be nagyjából 4-5 évvel ezelőtt egy drift taxira, és akkor döntöttem el, hogy hát én is versenyző szeretnék lenni, mert ez nagyon durva. Úgyhogy ő volt nekem az az ember, aki ezzel elindította úgymond ezt a őrültséget. A döntőre már teljesen besötétedett, ezt már nagyon vártam, hiszen sötét még soha nem mentem. Vikivel egy nagyon szoros csatát tudtunk menni, és csak egy visszajövás után tudtak dönteni a bírók. Én kerültem ki a végén győztesként, így ezzel megnyertem a Dorék éjszakáját, amivel egy hatalmas álmom vált valóra, hiszen tényleg 12 éves korom óta járunk ki versenyekre, és járunk ki a Dorék éjszakájára, és nem is gondoltam volna még akkor, hogy egyszer pont ezen a versenyen, sötétbe, ennyi ember előtt majd dobogóra állhatok, mégpedig a legfelső fokára. A Lőrök éjszakája után a következő verseny Mezőkövesden volt a drifting bajnokságában. Itt a kvalifikációt sikeresen megnyertem, majd a top 8-as csatában csapattársammal, Tasival kerültem össze, ahonnan egy elég szoros csata után én jutottam tovább a top 4-be, ahol Bognár Barnabás volt az ellenfelem. Ez is egy nagyon szoros csatára sikeredett, innen pedig szintén én jutottam tovább a döntőbe, ahol ismét egy csapattársammal kerültem össze, Cselőtei Patrikkal. Ez is egy nagyon szoros csata volt, ezen a hétvégén nagyon-nagyon jókat sikerült csatáznom mindenkivel, edzésen is, versenyeken is, ezt nagyon élveztem. Jó technikás pálya is volt, nagyon jól lehetett rajta cújzózni, és végül én kerültem ki győztesként, így megnyertem a mezőkövesdi utolsó versenyt. A mezőkövesd után Greinbach következett. Nagyon vártam már ezt a versenyt, hiszen ez volt a legelső külföldi versenyem. Nagyon izgatott voltam, hiszen ez egy olyan pálya, Greinbach, amin Drift Masters forduló is volt, és nagyon-nagyon nehéz nyomvonala van, főleg a legelső hatalmas nagy balos kanyar, ami nem egy szabályos kanyar, hiszen van benne egy egyenes, amit ugyanúgy azon az íven, azzal a szöggel kell teljesíteni, úgyhogy hatalmas nagy feladat volt számomra, főleg az én autómmal, hiszen mi szinte ez volt a mezőnynek a leggyengébb autója. A napnak az első felében nem igazán sikerült úgy teljesítenem a pályát, ahogy szerettem volna, úgyhogy inkább kiszálltam a kocsiból, pihentettem az autót is, hiszen hallottunk érdekes hangokat, nem tudjuk, akkor még nem tudtuk, hogy honnan, és inkább néztem a többieket, a külföldi pilótákat, tanácsot kértem, és nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan lehetne úgy teljesíteni maga a megindítást, mert igazából azzal volt a probléma, hogy hogyan lehetne úgy teljesíteni, hogy végigérjek az első éven. Az egyik megindításnál, mikor váltottam negyedikbe, csattant valami egy hatalmasat, de nem történt semmi az autóval, úgyhogy én mentem tovább, nem igazán izgatott, úgy voltam vele, hogyha valami történik, vagy valami eltörik, aztának úgyis el kell törnie, aztán majd úgyis érzem az autón, hogyha úgy van, de akkor még nem éreztem, mentem ugyanúgy tovább, mentem még egy kört, ugyanúgy olyan fura hangja volt, de nem is foglalkoztam vele, de aztán igazából lejöttem, mert gondoltam, csak meg kéne már nézni, mi volt ez a hang, mert nem volt valami egészséges, és elszakadt a Hardy tárcsa, és ami volt pót Hardy tárcsa, az nem volt jó. Úgyhogy rossz alkatrészt hoztunk, de szerencsére Bauer Vikiék kisegítettek minket, és hát egy jó pár óra állás után, hiszen még pont úgy edzésünk se volt, meg sok idő volt, mire kicseréltük, hisz fel volt forrósodva minden, addig legalább tudtam gondolkodni azon, hogy hogyan tudnám még jobban teljesíteni ezt az első évet. Elérkezett a kvalifikáció, még reggel volt egy szűk edzésünk, ahol talán 2 vagy 3 kört mentem, nem szerettem volna erőltetni, hiszen sokkal jobban jártam azzal, hogy rápihentem a kvalifikációra, hiszen az első helyen sikerült végezni 79 ponttal.
utána, amint lezajlott a kvalifikáció, hatalmas nagy magabiztosságot adott, hogy Kerényi Ádám odajött és elismerő szavakkal bíztatott, hogy tényleg jó kör volt, kihozta a maximumot az autóból, és ez tényleg így volt. De a legelső csatámat Csuka Gyulával vívtam, ami igazából elég jól sikerült. Viszont az első kanyarnak a végén, amikor jöttünk be szűkre, vétettem egy nagy hibát. Eléggé kintre hagytam az autót csúszni, és az egyik kereket leloptam a fűre, ami meg hatalmas nagy szögre dobott, és nagyon nehezen tudtam összeszedni az autót. Nem volt teljesen nullás kör, de azt nagyon elrontottam, és nagyon sajnáltam. Majd jött a helycsere, amikor én voltam a követő. Elég jól sikerült a pályának az első része, viszont az utolsó kanyarban átfordítás után Gyulának eltört a féltengely, így én kerültem a döntőbe. A döntőben Nikó Sztefanovval kerültem össze, ahol sajnos elég nagyot hibáztam a hátulhaladóként, nagyon nagy távolságot hagytam. Igazából nem lett volna rossz kör, mert az előhaladó köröm az szerintem a hétvége legjobb köre volt tőlem, viszont tényleg hátulhaladóként én nem értem, hogy miért hagytam akkor a távolságot, nem kellett volna, sajnos ezen úszott el a dobogónak a legfelső foka, véleményem szerint, de így is nagyon meg vagyok elégedve, hiszen első külföldi versenyen egy második hely szerintem egy jó eredmény. Greinbach után Trekwood következett Mária Pócson. Már egyszer tavaly indultam Trekwoodon, nekem nagyon-nagyon tetszett, eléggé különleges verseny szerintem, teljesen más hangulata, mint a többi versenynek. Nagyon színes volt a mezőny, hiszen a Drift Kingsnek az egyik fordulóját is itt rendezték meg, és nagyon-nagyon sokan voltunk ezáltal, nagyon sok külföldi pilóta volt, mindenhonnan érkeztek. Itt is eléggé változékony időjárás volt, volt mikor esett az eső, és volt mikor teljesen száraz volt a pálya, és szerintem a legrosszabb az, amikor az egyik íven teljesen száraz az egyik rész, a másik pedig tiszta víz, és hirtelen azt tudod, hogy gázt adjál, vagy fékezzél, vagy kézízzél, ez nagyon-nagyon rossz volt. A qualin 11. helyet értem el a közel 50 versenyzőből, így a top 16-ba csapattársammal Patrikkal kerültem össze. Elég szoros csatát vívtunk Patrikkal, viszont én kerültem ki győztesként, így a top 8-ban Iván Kolobov ellen mehettem. Kolobov nagyon erős ellenfél volt, az autója is, hogy háromszor olyan erős volt, mint az enyém, és eléggé feladta a leckét. Sajnos nem is sikerült tovább jutnom innen, így a 8. helyen végeztem a Trekwoodon. Viszont ezt a számítva nagyon-nagyon jól éreztem magam, nagyon jó hangulat volt, és a végén nagyon élveztem a fotózást, amikor az összes autó fölállt, és közösen fölvonultunk, aztán pedig vissza a depóba, és ott állt a sok néző, tapsoltak, drukkoltak, tényleg hatalmas élmény volt. Ezzel a versennyel véget ért a drifting bajnoksága, ahol az összeteltben a 3. helyet értem el. Az utolsó verseny a végső összecsapás volt, a Drifted bajnokságnak az utolsó fordulója. Már nagyon izgatottan vártam, hiszen itt dőlt el az, hogy ki lesz a bajnok. Ez én köztem és a Tresó Máté között dőlt el, mert már csak ketten voltunk esélyesek a bajnoki címre. Először a pálya nem annyira akart összeállni, eléggé pecsapós volt az első kanyar, nem volt annyira belátható a zóna. Ezáltal, amint megindítottam az autót, igazából szinte nem is láttam, hogy hova megyek, és először mindig kicsit hezitáltam így a gázadással, így nem is értem ki a zónára. Viszont már idő után már mérges voltam magamra, hogy mondom, ilyen nincsen, hogy nem érek ki a zónára. Szinte már csak idegből mentem az edzésen, viszont ez jót tett, mert nagyon jó köreket tudtam menni. Viszont másnap szint olyan volt, mintha nem is gyakoroltam volna egy kört sem. Nagyon rosszakat mentem, nagyon rossz íveken, így egy kicsit aggódtam is a kvalifikáció miatt. El is rontottam az első kört, viszont a második körben a 6. helyre tudtam kvalifikálni magamat. A top 16-ban Juhász Szava Benedekkel csatáztam. Nagyon jó kis csata volt, innen én kerültem ki győztesként, és a top 8-ban Kocsis Zoltán várt engem. Ez is egy nagyon szoros csata volt, kicsit meg is lökött hátulról Zoli, így sajnos kicsúsztam, és így én kerültem a top 4-be, Bauer Viki ellen, ahonnan én kerültem ki győztesként, így Tresó Mátéval tudtam döntő csatát vívni. Mátéval már napközben beszéltük, hogy milyen érdekes lenne összekerülni a döntőbe, és hát végül is így lett, és nagyon-nagyon szoros csatát tudtunk menni. Tényleg szerintem ez volt az egyik legszorosabb csatám idén, és ezzel megnyertem a végső összecsapást, és bajnok lettem a Drifted Semi-Pro bajnokságában. Nem gondoltam volna, hogy a Drifted bajnokságában már az első évben egy bajnoki címmel kezdek, és nagyon jó érzés volt, hogy azokkal a pilótákkal mehettem csatákat, akiket ezelőtt pár évvel még csak a pályaszéléről néztem és felnéztem rájuk. Jövő évi terveink között szerepel az autó futóművének a fejlesztése, és még egy kis plusz lóerő, hogy minél szorosabb csatákat tudjak vívni. Továbbá a fő célunk a Drifted Semi-Pro bajnoksága,
emellett pedig minél több külföldi és magyar nevesebb versenyre szeretnénk eljutni, hogy tudjak fejlődni. Szeretném megköszönni Cselőtei Csabának, egyúttal a Cselőtei Speed Zone-nak, hogy elindítottak ezen az úton. Szeretném megköszönni a családomnak, a barátaimnak és a szurkolóknak, hogy kijöttek a versenyemre, és támogattak és bíztattak, hatalmas erőt adtak. Köszönöm Cserép Ferencnek az egész évi támogatást és segítséget, köszönöm Hosszaspednek és Cseri Kargónak szintén a segítséget, nélkülük ez nem sikerült volna ez az év. Köszönöm mindenkinek, aki bármilyen formában hozzátette sikereimhez ebben az évben, és végül köszönöm Divideónak, hogy megörökítette a versenyeimet. 2022-ben szeretnék ismét ringbe szállni a bajnoki címért. Szavaztok! Mit akartok? Ilyen jól? Full elsőre elmondtam. Ma nem azért mondom. Az esti fürdés megvolt! Az ifjú titán!